Gyere ő kedves mellé, mielőtt még elmennél, hogy még egyszer a szemembe nézz. Hát akkor nőnapról még nem is beszéltünk. Hát tegnap volt nőnap, hát a bumbáta. Asszonykám vagy egy kis kimenő, a zsűjek csak úgy volt az elő. Az egyik kocsmából, a másik kocsmából, törzs kávéházamból, zenés kávéházba. Asszonykám vagy egy kis pihenő, a zsűjek csak úgy volt az elő. Megjövök hétére, háromra vagy négyre, vagy hónap délre, mint az elő. Még? Jó, hát akkor tegyük egy kicsit. És én magam előtt azt láttam, hogy táncolnak.
Táncolunk. Egyszerűen, hogy gyönyörű volt, hogy elolvadt. Ezt megírták rendesen. Meg eljátszottad rendesen. Eljjel meg közben. Tánciskola. Tánciskola. Diákkoromban némi mellékkeresett, Kurbus Ili néni féle zászlót, hát a hölgyek ilyenre nem emlékeznek, egy-két teres vagyunk úgy talán. Kurbus Ili néni tánciskolája a Zászló utcára. Délelőtt ugye a lépés gyakorlat, délután már ösztánc féle, és utána 5 órától, meg hát ösztánc volt trióba. Hát a zavaró volt, hogy akkor még nem volt zongora, és ott az erkélyen tangó harmonikával küszködtem egy gyalázatos egy hangszert, ráadásul meg olyan volt, hogy itt ilyen slitzhombok voltak, itt meg minnyemagok. Szóval az a komfort úgy, hogy mondtam, ezt én nem vállalom. Erre mit csináltak legközelebb? Otthon feleltették a dobnak a lábpedálját. Úgyhogy főtaláltam magam, nem kellett harmonikázni, mert jött egy harmonikás, és ilyen válfa a ruhatából köztem, ilyen nyeles válfa, abban ütöttem az egyeket a nagyokra. De hát ennek is megvolt az értelme, mert az összes táncfajtát megismertem, mert ugye a tanárnő megkérdezte, hogy hol tartottunk, de én mondtam fontos, hogy milyen keresztlépés, meg nem tudom mi. Úgyhogy mindenféle angol keringő. Hát játszok egyet, jó? Meg egy jó csikán, jaj, de szerelmes vagyok. Hol a sétunán, ilyen éjszakán, soha nem volt, és nem lesz talán. A színű csapat fát, orgonák illatát, hozzá szellő. Igazából nem. Ettől tartottam, hogy ez a kérdés. Bocsánatot kérek azért, mert szeretem a rántottat, már tojnom is kínosan. Hát ez úgy működött, megtanultam, hogy jártunk tánciskolában, mi is Radnóti gimnázium, tömörkény, kikorú felügyelet, belül a lánykör, kívül a fiúkör, fordítva. És hát ugye, hogy hogy kell tartani, meg fejét lassít, minden apai anyai beállatva. Na, de hát amikor jött a bál, addigra én már muzsikáltam. Úgyhogy én tudom, hogy hogy kell lépni, mondom is, az nem jó. Művezetőnek jó volt. Tudod, ez a régi dolog, hogy hadvezér, milyen a régi, meg az új hadvezér. A régi azt mondta, fiú, utána, a mostani, előre fiú. Úgyhogy nem tanultam meg igazán táncolni, viszont a későbbi történet, hogy én azt hiszem, hogy majd itt a türelmük véget ér, meg a Gyula söprűve engem kezdve kitalálhajtani, akkor megegyezünk, hogyha a folytatásra kíváncsiak, hogy meghívnak legközelebb, ameddig eljutunk, eljutunk. Márpedig a Szőke Tisza táncversenyek, ugye, hát tánc. Ez egy későbbi dolog, a Melódi Kombó nevű együttes, amelyiket 17 évig tartottunk, tárkoltunk össze. Hivatott volt ezeket a táncversenyeket játszani, megmondom őszintén, hatalmas feladat volt. Tűnik, ahány tánctanár, annyi félét akart, az egyiknek jók voltak a táncos, a másiknak kevésbé. Akinek kevésbé volt, nem volt technikus, túl gyors a zene, a másik mondta, hogy nem tudja kilépni a lánya, ezért játszottuk gyorsabban. Addig vitatkoztak, vettünk egy dobgépet,
bekapcsolt a Szilárd a Dobizitek, hogy jaj, te most azt még mennyit mondtál? 76, hogy gyere ide, látod, itt van 76, és nem tudom, hogy jaj, hogy ott áll megint. Na, de hát az nagyon sok pénzbe került, annak a félnek, mert most főtesznek egy lemezt, a gyerekek ugyanúgy táncolnak, és akkor odaszállítani hangszereket, egy sportcsarnok, de nem tudom, 5-6-ot, 7-et játszottunk, nagy ilyen. Jó volt, szép volt. A Melody Combo formáció, akkor talán arról beszéljünk. Hát annak egy későbbi történet, gyakorlatilag amikor a Hungária bárat bezárták, pedig 76. december 31 volt, akkor én tudtam be a Hungáriát, elkértem a nagykapu kulcsát, ugye mi pakoltuk be a hangszereket, és mert Józsi bácsi szó szerint egy utolsó keny nagy kulcsa bezártam, azóta is nyílt ki. Hát mindenféle ilyen rendezvények vannak. Neked kéne kinyitni is, nem gondolod? Ebben már ráfizettem, mert mondtam, hogy ha megjön gyerekek a privatizáció és lesznek vörös lámpás házak, én akarok az első zongorista lenni ott. Hát a privatizáció megvolt, a vörös lámpás ház az egész, azt nem akartam gyerekek mondani. És nem került rám szólnunk, hogy nem vettek be a buliba, pedig ott a maradék árukból a zongoristák a háború előtt válogattak. Na itt az ita arra gondolt a félreérzés. Jó erkős szerintem. Úgyhogy Melody Combo az egy olyan formáció volt, hogy becsukták a bárat alulunk, és nem akartam már akkor vendéglátóba elmenni élesbe, és megcsináltuk az akkori dobos kollégám Szarka Bélával, meg Pici bácsi Faragó Gyuszival, aki sajnos nincs itt, mert nem olyan egészségi állapotban van, és a Berecki doktor, aki Hódmezővásárhelyen jelenleg is jó egészségnek tévedett. Később bármely Szilárd barátom csatlakozott hozzánk, Melody Combo 5 néven. Énekesünk, dobosunk, gitárosunk volt, kongázott, minden esetben a zenekar. És itt ül az első sor. Egyébként fenyítés terv alatt mondom, hogy óriási szerencsém volt a dobosokkal. Kószó Béla volt az első dobosom. Hosszú évekig dolgoztunk együtt, mai napig kiváló barátság. Én már nem is tudnám, Lakaton Zoli a jégkonyhóban az öreg, a bajuszos, aki két éve körül halt meg. Ilyen városképi jelentőségű duplasor, sok gombos szakó, elegánsan a feleségével végsétáltak a korzon, kiváló volt. De a legmilyen a szakmai, az máskor tartsuk meg, inkább zongorázok valamit, mert te se kapod meg a gázsit, nem csak én csöltem. Népek zenéig mi válogassunk, jó? Volt már egy kis bécsi is volt. Volt francia is? Hát az is volt, orosz nem volt. Az thank you.
szállt lapozgatnál, miközben itt egymás után volt adadalom. Itt hoztam a sövegeket. Tehát nem hozok, mert azt mondta egy általán nagyra becsült tanár is volt, művész is, hogy édesapám, ha te belebújsz a kottába, böngészboltot nyitsz. Fogalmad nem lesz, hogy a vendégnek tetszik, vagy nem. Lóvét nem keresel, személyzet kiutál. Nem beszél, hogy tiszteld meg a vendéget, hogy fölnézel. Hát te előadó művész vagy, sose voltam, de ő ezt mondta. Úgyhogy igyekszem megtanulni azokat a dolgokat, persze nem megy, de... Hát régen rossz, mikor azért próbál a zenekar, mert tudják megizetni a nótát. Úgyhogy hoztam most, nem hoztam. Viszont... Mit játszok? Akármit. És mit szólnál, hogy picit utaznánk? Utaznunk, hova utaznunk? A Szovjetunióban voltunk, az a Szovjetunióban. De figyelj, én NDK-ra gondoltam, meg Finnországra gondoltam. Igen, voltam. De nem is tudom miért. Elkövetési helyek. Nem volt egyszerű kijutni külföldre. Az, hogy a külföld képesség, az nem azt jelentett, hogy valaki mennyire tud hangzani, mondjuk egy zongorista, mert ezek a magyar vizsga feltételek, akinek megfelelt egy B-kategória, az mindenütt megfelelt a világon. Meg lesz-e úgy, hogy nincs ott az asszony? Meg lesz-e úgy, hogy valami nyomorult ételt hogy fasz magának? Meg lesz-e úgy, hogy nem tud az anyanyelvén megszólalni? Ez volt a külföld képesség. Na most ezek Pesten, ezek az öreg urak vagy eltársak, ezek tudták, hogy itt nem nagyon szabad kiengedni, úgyhogy a fiatalokat nem így volt. Nagy nehezen kijutottam az NDK-ba, eltöltöttem ott 2 évet, meg kell mondjam, hogy a legjobb élményeim voltak. Tudni, ott kaptam még... Nagyságrendről még akkor harcoltak azért, hogy elismerjék az NDK-t, akkor még 10 éves volt a 70-es évek? 70-es évek bőven. Azt is elmondtam, hogy ez 68 volt. És hát akkor történt az a véletlen, hogy itt elkódorgott néhány harcosi zászló, hogy az rossz helyen kötöttek ki, meg mit tudom én. Szóval Rumli volt ott megkülönböztetett, tisztelettel bántak velünk, tisztességes gázsit kaptunk, és még egy, mikor egy helyre elmentünk, fősorakozott a személyzet egy szál virágra, elbúcsúztak tőlünk, ezt én másod soha nem kaptam meg. NDK jó volt, szerettem ott, és lehetett kis jazzt is játszani ott az NDK. Bárakban játszottam, nem tudom, hát mondják, mondják azt, hogy hagyom abba. Valami egy-két jazz téma, ami még megmaradt. Thank you.
még az éjjel bólogá tehetsz. Oh baby, az se baj, ha holnap elfelejtsz. Oh baby, vagyom égszerem, nincsen nekem. De van egy kis szobám, hatodik emeletben a lifnyám jár, hát felmegyünk. Gyalog, béni, felettünk ragyognak a csillagok, ó, béni, százforintos kapu péntén, mekkora kár, hát évi után boldog leszel már, de én nem tudom, még nem tudom az, hogy mit jelent a szerelem. Hogy én nekem nem volt soha kedvesem, és úgy vigyáz a mamám, éjjel-nappal rám. Mert én nem tudom, még nem tudom azt, hogy mit jelent a randevú. Főzök, mosok, stoppolok, pózsavázsit olvasok, és úgy vigyáz a mamám, éjjel-nappal rám. Nem is tudom, mi lenne tán, hogyha elárulná a mamán, hogy nem a bólyat hozza a kisbabát, egy nem a kényen keresztül ejti át, egy más madár, egy jó madár, akit mindenkit ebedbe vár, aki 16 éves elbúrt már. Egyébként csináljátok egy ilyen kívánságműsor. Nem gondoljál rá? Dehogy nem, csak nem tudom már játszani a nótát. 20 éve nem dolgoztam itthon. Hát 16 éve töltöttem Németországban nyaranta, és egyébként meg zongoraambalásból engedtem magamat. De egy kis dél-amerikai zenét, ott egy kis bossanovát. Nincs ellenük, akkor kettő. Itt a táncfolket is? Thank you.
te. Sose kapok ilyen gyönyörű oklevelet. Addig. Lehet, hogy nem lesz annyira gyors, de Beres professzor, barátom és távoli rokonom, sajnos már nincs köztünk, mindig ezzel a számmal fejezte be a műsorát. Szervusztok gyerekek, szervusztok gyerekek, de jó, hogy ma este eljöttetek. Szervusztok gyerekek, de jó, hogy itt voltatok. Nálunk jól mulat, kérlek legközelebb gyermekel, legközelebb tudom, mint is énekel. Ez a szervusztok gyerekek, de jó, hogy ma este eljöttetek. Szervusztok gyerekek, de jó, hogy itt voltatok.